semmi különbség nincs ebben a fejezésben, és itt van ez a pálya, a negyedik, amit kurvára utálok azokkal a hülye, maguktól mozgó, gonosz totemoszlopokkal. Megismétlem, maguktól mozgó, gonosz totemoszlopokkal. Tessék, ott jön. Még grimaszol is. És most nekem mondja valaki, hogy be vagyok lőve. Nem, ez a játéknak a védjegye. Kovács úr a gonosz totemoszlopok ellen. Pörögöd a DVD-ről egyáltalán? Én nem hallom, szóval... Tőlem hiába kérdezem én meg. Én sem hallom egyébként. Úgy van, hát nem kéne oda ugrani. Na, vedd fel a töltényt. Mondom, vedd fel a töltényt. Most meg nincs ott töltény. Úgy van. Mondjuk annak is örülnék, hogyha nem a lövésbe ugranál. Úgy. Most. Úgy. Ritmusosan lőnek, azt figyeltem meg, ezt kell kihasználni. Hihetetlen, a zenének még ebben is szerepe van. Lol. Na már itt vagyunk a pálya felénél kb. Jaj, már ideje volt. Utálom ezt a totemes pályát. Lejövünk, ajtó. Itt fog állni egy az ablakban. Úgy van, kilőttem. Jaj, kettő gonosz totemoszlop. Úristen. Elég lassan pörül a DVD-ről. Vagyis elég csönd van. Nem tudom. De menni megy, ahogy érzem. Na most akkor menjünk. Egyébként hány pálya van? Ez 8, ez a negyedik. A nyolcadikon már csak végig fogok rongyolni, mert nem lehet senki csak kimenteni, meg ilyesmi, szóval... Azt kihagyom. Mármint úgy, hogy ajtókat nézegetek, mert minek. Tehát mondhatni most jönk a felénél. Ez ajtó... Szóval nézzük csak, hogy mennyire megy. 9 perc. Szóval ez 22 perce megy a hívás. Mert 45-50 körül kell lennie. Tehát... Kb. Időben vagyok. Igen. Na, még tüzet is okádnak a tűz... totemoszlopok. Jó, van. Tűz okádó totemoszlop, ez igen. Tartozik. Igen, ez... Magyar vin. Na, nézzük, mi van itt? Semmi. Mondom, nincs ott semmi. Csak egy respawnoló ellenfél. Vigyázz, totemoszlop már megint. Mondjuk tényleg, kinek az ötlete volt, ez nem tudom. Na már kijöttük az első épületből. Valaki kitalálta, hogy egyébként biztos szól. Na már megint ritmusosan lő. Most. És beleugrottam valahogy valamibe. Pedig már kilőtte magát. De nem lehet pont úgy ugrani, hogy... Na jó van, nem szabad, hogy felugorjon, mert... Megint felugrott. Há, lejött. Viszont most meghalt. Meg most én is, majdnem. Jó van. Átugorjuk. Érjünk már oda a második épülethez, mert az már a pálya végét jelzi. Na hát akkor miről beszélünk, ami így eltereheti a figyelmet a játékról? Tegnapi live például. Hát ugye, ezt jó, mondjuk látták azt 20-valahányon, de... Igen, de nem mindenki van YouTube-on, meg a live-on is egyszerre. Hát igen, pedig az elég nagy hiba, mert azért... Koponya live-ok azok általában úgy néznek ki, hogy így... Koponya így betesz az elején 3 klipet. Aztán utána még így mondjuk neki, hogy mivel játszom. Hát ez aztán először játszott a... Mega Man Maverick Hunter XL. Így PSP-n. Nem pontosan a nevét, mert M3-nak rövidítettem volna le. Aztán hát ugye abban, hogy is mondjam, tehát még a pingvines pályának a petterni, tehát a boss fightnak a petterni az ugye elég egyszerű volt, hogy figyeltük. Az, nagyon az. Még Koponyának sikerült meghalni abból is. Úgyhogy egy energiája maradt az ellenfélnek.
Azt is tegyük igen, azért hozzá. Ezt, igen, ezt tegyük hozzá, és körülbelül így ezt is sikítoztunk a röhögést. Igen. Igen. Az enyhe kifejezés. Aztán utána megunta ezt egy elég hamar sok olál után. Igen, mert nem bírja elviselni a sikertelenséget. Aztán utána mondtuk, hogy jó, menj a Megaman egyel, az könnyen meg tudsz abba stage-szélelni a rokot. És aztán így mondtuk neki, hogy milyen sorrendben célszerű megcsinálni. Igen. Közben aztán ott is egy-kétszer csőbe húztuk ilyen gyenge pontukkal, meg... Mi a platform fegyver a gyenge pontja Elekmennek például. Na nézzük a levelet. Na, a célunk az, hogy az, akitől annyival támogatni, amennyivel lehet, és irányít, vagy kezeli. Soha lehet ő, végre kell hajtanunk, figyeljetek erre a problémára. Ennyi. Légy óvatos, oké. És megint három embert mentettem ki? Biztos, hogy hármat. Nem, most négyet. Na hát... Extra life. Mert ez ötödik pálya. Aztán... Koponya ezt is megunt egy idő után, aztán elvenne, elment kétszer enni közbe. Igen, mi meg elkezdtünk totál idióta dolgokról beszélni, már nem nagyon emlékszem, hogy mire. És miről, ugye? Akkor, hogy miről. Tehát tényleg, de nem tudom, hogy miről beszéltünk tegnap este. Nem emlékszem, atyaisten. Na, ilyen is ritkán van, nem emlékszek arra, hogy tegnap este mit csináltam. Nézzük meg, hogy elég megértem már ilyen normálisan, de szerintem már ki lehet ezt a lemez búgni. Magyarul gondolva. Ez az ne se rossz, amúgy most egy börtönös pályán vagyunk, ahol zombik fognak üldözni. De ne oda állj! Te szerencsétlen mesterséges intelligencia, a kurva anya. Pont akkor kell odajönni a három embernek, amikor épp az ajtóban állok. Nagyon jó. És ezt állandóan ezt játssza el, komolyan mondom. Na most gyertek. Na 300 forint ki az ablakon, elbasztolnám ezt rotulát. Memorex 300 forintért, kérem szépen, az kicsit sok. Sok, hát csak az a baj, hogy... Bicikli problémám volt, az nem tudtam abban a boltba kimenni, ahol olcsóbb. Na, hát jönnek a zombik. Defektet kapott a biciklim, de hát akkor sajnos nem tudom neki megírni. Rohadt éled, vagy ilyen szor írót kell vele tenni ebbe a laptopba. Hát, hogyha LG, akkor megértem. Nem LG, hanem valami TSST Core. Azt kérek szépen Samsung, azt így elmondom neked, az Samsung. Ez Samsung van ebben, de igen. Akkor miért nem bírja megírni, hanem ezt normálisan? Lehet, hogy régebbi a DVD író, és nem támogatja azt a lemeztípust. Tudod, van ilyen alap... CD, DVD, tehát ez elvileg tudtuk réteget is írni. Firmware, adatelfogyás, hiba védelem, szuper, ki akkor ez Samsung tényleg. Nekem is Samsungon van, tavaly vettem 5000 forintért újan. Akció is volt, mert 5500 lett volna a listán, én meg megkaptam 5000-ért, mert belásároltam a boltban, ami sajnos megszűnt. Még itt volt egy ház többnyire a túloldalon. Érdekes, akkor nem tudom, mert tököm van. MS típusú CD-RRV, DVD-RRV, dupla rétegű DVD, meg DVD-ROM-ot is tud írni. Extra time. Na, akkor most fölmegyünk. Na nézzük, tehát a stratégiai listáján ennek a meghajtónak, mert ez akkor régebbi. A TDK van rajta Sony, Philips talán. Jaj, de jó energia. Kerüljük ilyen soft csöppeket. Megaman 2 sztály, komolyan. Kilőjük ezt. Extra élet, extra life már megint.
Megint itt a pálya vége? Még nem. Várjunk, milyen ritmus van össze? Most. Úgy. A megint ritmus érzéket használom. Most. Úgy. Platform. Igen, az ugrás az nehézkes ebben a játékban. Azt meg kell szokni. Mondjuk örülnék, hogyha nem pont akkor kezdene csavas eső esni, mondjuk úgy, amikor nem kéne. Egy zombi. Még egy. Na, most jól számolom, ez már a negyedik megmentett emberke volt, szóval... Ha. Itt a bombás, ugye? Ott. Na, akkor most már berohalhatunk a pálya végére.